Négy szem közt tárgyalt egymással Orbán Viktor és Tarlós István, írja a Népszava, és úgy tűnik megállapodásra is jutottak, mert alapinformációi szerint teljesülnek a főpolgármester feltételei, vagyis, hogy nem változtatnak Budapest közigazgatási rendszerén és jelentős fejlesztési pénzekhez jut majd a főváros. A szerdai közgyűlés előtt viszont híradónak Tarlós István azt mondta, még nem aktuális, hogy beszámoljon a döntéséről. Vállalná azt, hogy újra polgármester legyen? Nem aktuális, hogy erről nyilatkozzon most. Mikor lesz aktuális? Fogunk szólni, jó? Mindeközben kedden a 24.hu interjújából az is kiderült, Demszky Gábor gondolkodik azon, hogy ismét beszáll a politikába, és ha lenne mögötte intellektuális erő, akkor újraindulna a főpolgármester választáson. Hiszen, mint mondta, 5 választáson indult és 5-ször nyert. Most is tudja, mit kéne csinálni, megölni a fenevadat. Ahhoz mit szól, hogy Demszky Gábor újra beszállna a politikába? Hát semmit. Azt mondta, hogy ő nagyon értene hozzá is, hogy a NER a fenevad, és hogy le kell győzni. Erre mit gondol? Nézze, ez egy szabad ország, demokrácia van, mindenki úgy gondolkodik, és az beszél, ahogy és amit akar. Szeretnék valamit kérdezni, hogy úgy nézünk-e Tarlós Istvánra, mint a Cristiano Ronaldóra, aki ugye elment a Real Madridtól, csökkent a nézőszám, elment a Juventushoz, és ott hirtelen megnövekedett. Tehát, hogy tényleg ilyen központi szereplő-e, mint akin ennyi múlik? Ezt őszintén kérdezem, átéléssel. Szerintem Tarlósnak is lehet egy ilyen speciális válfogása, és azért értem. De te most olyasmit mondasz, amit a nem értenek a légy szíves a lábjegyzetet. Igen, tehát csak elmondom, hogy ezzel mit ért el, ugye Orbán Viktornál elérte, hogy újrajelöljék, és a hírek szerint azt is elérte, hogy ne változtassanak a főpolgármester. Az emberek. Ezt ért el azzal a válérintéssel, ami Demszkyéhez hasonló, aki ugye a 24.hu-nak adott interjúban elmondta, hogy hogyan szokott a nőkre hatni, ugye a 5. házasságát fogyasztja, és van egy speciális válérintése, amivel bármit elér a nőknek. Én tudom, hogy teljesen bulvár irányba viszem, de Kati, áruld el, megérintett a valad. Figyeljetek, ezt visszautasítom. Nehéz műsor. Nagyon hova mentünk. Lehet szerintem tovább röhögni. Én kizárnám Demszkyt a mai értekezletünk tárgyából, tetőtől talpig, tehát nem beszélek arról, hogy mit érintett meg, vagy mit nem. Együtt jártunk egyetemre egyébként, innen a feltételezés. Viszont annyit mondanék, hogy én ilyen mértéktartó higgadt reakciót a főpolgármestertől még soha életemben nem hallottam. Egyetlen élc nem hagyta el a száját, pedig hát aztán tálcán kínálta magát. Imádja az újságírókat. Ráugorhatott volna a riport, ezt szemileg érezni. Fantasztikus, példaértékű visszafogottság volt Tarlós István részéről a reakció, hogy nem mondott egy fél rossz szót sem. És már oda vagyunk attól, hogy valami nem negatív. Így van. Azért menjünk vissza a kérdésed eredetéhez, ugye, hogy Cristiano Ronaldo-e Tarlós István? Igen. Igen. Igen? Igen. Igen. Azt gondolom, hogy... Mit tud? Nem tudom, mit tud, de azt, amit nem tudok, azt jól tudja. Lavírozni, nem? Azt, hogy... De a nép szemében ő egy Cristiano Ronaldo. De hagyd mondjam bocsánat, már el, hogy... Tőlünk kérdezted. Ő nem biztos, hogy dekázik a labdával, de hogy a gólok mellé az van írva, hogy Tarlós, 1-2-3, és 6-0, vagy 6-2, tehát nyertünk, az biztos. Én csak erre egyet mondok, ugye megjelent ez a hír, hogy négy szem közti beszélgetés, de közvetlenül utána megjelent, hogy plusz 7 milliárdot kapott a főváros, és így csak másfél évre kell lezárni a Lánchidat, és az alagutat, nem? 3,5 évre. Csak halkan mondom, hogy senki nem tudja, hogy találkozott-e a miniszterelnökkel. De amikor megkérdezték a Gulyástól, akkor azt mondta, hogy mindennek rendeltetése van, amiből az következik, hogy ez még nem következett be. Tehát az, hogy miért kapta meg a főváros ezt a pénzt, az egyáltalán nem biztos, hogy az ő mágikus erejének volt a következménye. Szerintem teljesen az. Mindegy, de egyébként, mert az ő neve, ahogy mondtátok, az ő neve mellé van írva a gól. Igen, itt van igazatok, hogy tök mindegy. Én azt gondolom, hogy egy picit másképp látom ezt. Ugye volt itt két feltétel, amit Tarlós szavott, legalábbis ez szerepelt ugye a sajtóban. Az egyik, hogy nem alakítják át a Budapest közigazgatási rendszerét. Azért itt szerintem érdemes elmondani, hogy az is felvetődött korábban a Fidesz berkein belül, hogy erre nagyon komoly esély van, és ha akarják, ők ezt megteszik. Bármilyen. Tarlóssal vagy Tarlós nélkül. Tehát Tarlósnak ebből a szempontból szerintem nincs akkora a pozíció, és ami a pénzeket illeti, hát
egy bármelyik pillanatban elzárhatják a pénzcsapokat, és akkor Tarlós sem tud. Egy pillanat, ott csak Füriyes Balázs mostantól kezdve a Tarlós nyakába. Ez lett volna a gondolatosság, hogy Füriyes Balázs ott van. Tehát láthatóan a rendszer ki van építve arra, hogyha Tarlós nincs, akkor van más. Egyetem. Tehát én ebben a szempontból nem így látom az összeget. Én úgy fölbátorodtam, hogy mondhatom azt, hogy Tarlós egész jó főpolgármestere ennek a városnak egyébként? Azért mondom ilyen félénken, mert van az asztalnál olyan, aki egyszer megfenyegetett egy pofonnal. És nem akarom újra... De nem a Tarlós miatt? Nem a Tarlós miatt egyáltalán. Én voltam az, de most már nem is emlékszem. Csináljunk már valami, történjen már végre valami. Valaki megérinti a rangos vállát, és ki tudja, mi lesz belőle. Egy másik ember pofon vágja a Gulyás Balázs. Nem, a Gulyás Balázsnak egyébként a kérdésére, tehát, hogy óvatosan kérdezi, hogy ki mondhatja, hogy Tarlós egész jó főpolgármester. Én simán azt mondom, hogy igen, és aztán majd nem vállalom a népharagot ő mellette. De árnyaljuk azért a dolgot. Amiről eddig beszéltünk, és amit Ági is mondott, amellé oda kell tenni azt, hogy mit vett el a kormány Budapesttől. Mindent a mozgástere, így a pénzügyi van. Háttere. De most mondasz magadnak ellent. De nem, ez nem Fekete-Fehér János. Ez egy minimum egy pepita képlet. De elvették. De elvették, de ő ezen a mozgástéren, ezen a keretek között a jól lavíroz. Igen, mit Napóleon Szent Ilona szigetén? Tarlósnak szerintem egy azért előnye. Azért nem, Ilona még nincs. Előnye az, ami szerintem van, hogy egy népszerű politikus, tehát egy brand abban a tekintetben, hogy ő ha Budapest és főpolgármester, akkor Tarlós jut eszébe mindenkinek. Tehát egy erős brand, őt nem kell már felépíteni, nem kell elmagyarázni, hogy mi mindent tett. Tehát van egy olyan előnye, és szerintem a politikai, hát hogy mondjam, egyezkedések azok ennek a történetnek a mentén haladnak, hiszen ugye azért érdemes még szerintem egy vonatkozásban az ellenzékről beszélni, itt, hogy Tarlóssal szemben például lesz-e kihívója az ellenzéknek, vagy nem lesz és kihívója. És habár a fülem az még odébb van, de egy témát hadd javasoljak, mint segédszerkesztő, ez pedig ugye a vasárnapi 15. kerület. Erről ti mit gondoltuk, és aztán megyünk tovább. Van rá másfél mínusz. Hát ugye ott is csak annyit csatlak, ugye ott a fideszes jelölt nyilatkozta is, hogyha őt választják meg, ugye a polgármesternek, akkor sokkal több anyagi támogatást fog kapni a kerület, tehát ehhez kapcsolódóan. Nem is túl finoman egészen. Tehát erről szó nincs, és ugye ennek a mentén folyik a ki kampány. Hát lehet, hogy a fideszes. Péter? Szerintem is. 30%-os részvétel, 35%-os részvétel fölött van esélye szerintem az ellenzékinek. Kati? Én az ellenzékit mondom, just is. Akkor kérem szépen a következő filmet.